Január 1-től a Tolna és Bogyiszló között található felső rév hókonyholtágat immáron a Tolnai Dunáért Egyesület hasznosítja, tudtuk meg Berta Zoltán alpolgármestertől. A csoport 10 évre nyerte el pályázat útján a hallgazdálkodási lehetőséget. Az Egyesületnek le kellett adni a pályázat során a hallgazdálkodási tervet, egyéb dokumentumokat. Ezekből tudott a képviselőtestület úgymond véleményt formálni és döntést hozni. Az Egyesületnek tapasztalata mindenféleképpen van, hiszen az alsó holtágunkat, ami közel 100 hektáros vízfelület horgászati szempontból a Tolnai Dunáért Egyesület hasznosítja jelenleg is. 10 évre kapták meg a hasznosítási jogot a felső révfókonyra, ez egyébként egy 12 hektáros vízfelület. Ugye azért van szükség egy hosszú távú bérbeadásra, egyébként a jogszabály is minimum 5 évet ír elő, mert a hallgazdálkodás tekintetében kell egy ilyen középtávú időszak, hogy megfelelő tervet lehessen elkészíteni, illetve megvalósítani. Az Egyesületnek a hallgazdálkodási tervében az szerepel, hogy elkövetkezendő időszakban 2 és 3 nyaras pontyokat fognak telepíteni. Elsősorban ugye nyurga pontyot, ugye csak őshonos halak telepítése jöhet számításba. Előnevelt csukát, süllőt is fognak telepíteni, illetve egy nyaras combókat, és lehetőség szerint aranykárászt is. A felső holták hasznosítási besorolása a horgászati célú, illetve ökológiai halászatra van lehetőség. Ez nem szól másról, mint a nem őshonos fajoknak a lehalászásáról, úgy, mint busa, törpeharcsa és az ezüstkárász. Az őshonos halaink megóvása, illetve szaporodása érdekében ugye célként tűzte ki az Egyesület, hogy a meglévő ívóhelyeket, halívóhelyeket fenntartsák, megóvják, illetve lehetőség szerint mesterséges ívóhelyeket is kialakítsanak. Pont ezen okoknál fogva van az az intézkedés, az a szabály került bevezetésre, hogy a vízfelület csak partról, mégpedig a Bogyiszló település felüli oldal partszakaszáról lehet majd csak meghorgászni. Csónakból egyedülen sporthorgászati, illetve szolgálati jeggyel rendelkezők horgászhatnak majd. A jegyekre kitérve, ez is fontos előre tájékozódni a horgászoknak, akik ezen a vízen szeretnék eltölteni a szabadidejüket, illetve kipróbálni horgásztudásukat. Lehet éves gyermekjegyet váltani, felnőtt jegyet, lehet napit, hetit, fél éveset, éves jegyet majd váltani, lehet úgynevezett sporthorgászjegyet, ez napi jegy, és ez alkalmas csónakos horgászatra, illetve ugye van úgynevezett szolgálati és tisztségviselői jegy is, amit kibocsát az Egyesület. Hát azt kérném a kedves horgászoktól, hogy nyilván majd az Egyesület tájékoztatását keressék, figyeljék, és abból tájékozódjanak a horgászati lehetőségekről. Abban a méretkorlátozások is benne vannak, amiből azért kiemelném, maximum, ha jól emlékszem, 80 cm-nél kisebb halak, illetve 5 kilós súlynál kisebb halak tarthatóak csak meg. Ez alól kivétel a harcsa, amiből a 60 és 120 cm közötti egyedek foghatók. Az alpolgármester elmondta, hogy az üzemeltető váltás a horgászatot nem befolyásolja. A tolnai pecások számára mindig is biztosítva volt és lesz is a horgászati lehetőség a felső rév hókonyholtágon.